A 47. Zsoltár kórá fiainak zsoltára a mai ége szakaszunk. Az előző 46. Zsoltár, amit erős mi Istenünk, néven szoktunk csak emlegetni, és ez a 47. szorosan kapcsolódik egymáshoz, például abban, hogy olvashatjuk ennek a zsoltárnak a harmadik versében, majd egy későbbi éjében, is azt a különleges megnevezését Istennek, hogy fenséges, vagy magasságos egyes bibliafordítások szerint. A Héber Elion szó valóban egy különleges megszólítása annak, akit, akit a Zsoltárok könyveszerzői, szerzői, az ősatják, a proféták, de később a tanítványok, apostolok és a keresztények is annyira-annyira szerettek. Ő az a mi atyánk, ő az örökké való, aki állandóan keresi az embert, és ebben a 47. Zsoltárban is hív minket. No nem akármire, hogy ismerjük el az ő fenségét, de Miért is jó ez nekünk? Miért hív erre minket? Nem neki van rá szüksége. Hallgassuk meg a Zsoltárt. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogva vigadjatok Istennek. Mert az Úr felséges és félelmetes, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket a lábunk alá. Kiválasztja örökségünket, Jákó büszkeségét, akit szeret. Fölvonul Isten újjongás közepette, kürtzengéssel közeleg az Úr. Zengetek Istennek, énekeljetek! Zengetek Királyunknak, énekeljetek! Mert Isten az egész föld királya, neki énekeljetek bölcsességgel! Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ott ül Szentségének trónján. A népek fejedelmei összegyűltek, mint Ábrahám istenének népe, mert isteni a föld minden pajzsa. Igen magasságos ő. Ti népek, mint tapsoljatok, harsogva vigadjatok Istennek. A rövid kis Zsoltár a maga 9-10 versével a bevezető szakasszal együtt egy különleges Zsoltár, mivel arra bátorít bennünket, hogy van öröm ezen a földön, hogyha az ember megismeri az igaz Istent. Arra bátorít minket, ti népek, mind tapsoljatok, harsogva vigadjatok Istennek, olvassuk a második versben. De később is ez visszatér a hatodik versben, amikor Isten fölvonul újjongás közepette, és zengjetek Istennek, énekeljetek, zengjetek, énekeljetek, és már nyolcadik versben is azt mondja, énekeljetek bölcsességgel. Összesen hét alkalommal, rövid kilenc versben, hét alkalommal biztat arra bennünket, hogy, hogy van miért énekelnünk, és tényleg ez a kérdés, hogy van miért énekelnünk, van okunk a hálára ebben a világban. Maga a Zsoltár egy megnyugtató világképet állít elénk. A Zsoltár központi üzenete egyetlen rövid mondatban így foglalható össze, ne aggódj, Isten a helyén van. Arra hív minket a Zsoltáros, hogy vegyük észre és fedezzük fel, hogy a világ eseményei mögött maga a király, a fenséges, Elion, a magasságos, az örökké való Isten. Arra hív minket, hogy elismerjük Isten fenségét. Na most én megmondom őszintén, általában sosem szerettem azt, amikor emberek arra hívtak, hogy elismerjem, hogy ők milyen jók, elismerjem, hogy ők jobbak, nagyobbak, hatalmasabbak, okosak, erősebbek, szebbek, bármiben többek, mint én. Istenem, miért akarod, hogy nekem még inkább kisebb rendűségi érzésem legyen? Azonban a helyzet itt fordított, mert a Zsoltáros azt próbálja nekünk elmondani, hogy ő úgy tapasztalta, és ezt a tapasztalatát öntötte énekbe és szavakba, hogy minél inkább elismeri az Isten nagyságát, annál inkább biztonságban érzi magát. Minél inkább rájön arra, hogy a király az nem egy ember valahol egy trónon, vagy egy parlamentben, vagy egy kormányfői hivatalban, hanem az Isten. A felséges és félelmetes. Nem azért félelmetes, hogy ijeszgessen bennünket, azért félelmetes, mert félelmetesen, elképesztően nagy hatalma, bölcsessége, és gyönyörű jelleme van neki, tiszta, igaz jelleme. Szereti Jákobot, az ő büszkeségét. Olvassuk például az ötödik versben, szereti az ő népét. Ez a legfontosabb jellemzője egy királynak. Milyen alternatívája van az embernek, tegyük fel a más oldalról a kérdést, milyen alternatívája van annak, hogy Isten fenségét ismerje el? Az emberi történelem a Biblia szerint, és ez majd különösen a Biblia végén jelenések könyvében na, kap nagy hangsúlyt, tulajdonképpen egyetlen egy dologról szól, hogy az emberiség kit ismer el maga fölött, vagy kit ismer el uralkodónak. Ö, több lehetőség van. Egyrészt bálványokat lehet gyártani. Kitalált, elképzelt, akár természeti isteneket, vagy különböző félig meddig emberképű, de metafizikus tulajdonságokkal felruházott lényeket, lást, világvallások, legendák, mondák, mitoszok. Aztán ettől nem sokban különbözik az, hogy az ember folyamatosan maga ül az Isten királyi székébe. Pál-lapostól ezt az egyik legszomorúbb, legtragikusabb törekvésnek nevezi a Teszoniki levél második fejezetében, második levél második fejezetében, amikor azt mondja, hogy magának a kereszténységen belül is megjelenhet ilyen törekvés, amikor Jézus Krisztus nevében, de nem az ő szeretetével, nem az ő igazságával képviselik az Istenit emberi módon. Se szeri, se száma a Krisztus hamisítványoknak. Maga Jézus jövendőlte ezt meg, amikor azt mondta, hogy az utolsó napokban hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak. Szóval ez a másik alternatíva sem túl biztató, hogy az ember direkt módon önmagát nevezi ki Istennek. Ennek egy különleges változata az, amit az utóbbi két évszázadban tapasztaltunk, amikor az emberi tudást, a bölcsességet, mint legfőbb hatalmat, mint a Földet jóra formáló és az emberi történelmet sikerre vívő tényezőt határozta meg. A racionalizmus, az ész, az emberi bölcsesség, a tudás hatalma. Hát nem tudom ki, hogy áll ezzel, de az elmúlt két évszázada hogyan, főleg az utóbbi évszázada maga világháborúival, Fegyverkezésével, hidegháborújával, majd úgynevezett rövid néhány béke évtizeddel. Szóval nem tűnik valami meggyőzőnek az eredmény. Ugyanis minél nagyobb az ész hatalma, annál inkább sokszor többnyire rosszra használják ezt a tudást. Szóval mi az alternatívája annak, hogy elismerjük Isten fenségét? Ti népek, mint tapsoljatok, harsogva vigadjatok Istennek, mert az Úr felséges és félelmetes, nagy király az egész földön. Azt mondja a Zsoltáros, hogy ennek egyszerűen nincsen alternatívája. Ugyanis az embernek egy olyan jóra van szükség, amit ő nem tud befolyásolni, amit nem ő talál ki. Amit nem az ő félelme vezérel, és úgy születik meg Isten. Nem az ő hatalmi önzése vezérel, és úgy születik meg az Isten az Istennek kívülről kell jönnie. Mi származunk tőle, és nem nekünk kell őt kitalálnunk. Végképp nem magunkat felkenni Istennek. Mert az Úr felséges, nagy király az egész földön. Népeket vet alánk, nemzeteket a lábunk alá. Kiválasztja örökségünket, Jákob büszkeségét, akit szeret. Érdekes utalás a negyedik és az ötödik vers arra, hogy Isten amikor engedjük, hogy legyen a mi vezetőnk, amikor belátjuk, hogy mennyivel jobb, mennyivel bölcsebb nálunk, akkor népeket vet alánk, nemzeteket a lábunk alá. Az Izrael életében használt zsoltár szerint nyilván ez utalás az exódus, a kivonulás történetére, arra, hogy az ember az igazi sikereket pont akkor érheti el, amikor elismeri Isten fenségét. Azt, hogy Isten a jóban, Legyőzhetetlen. Isten a jóban felettünk áll. Hogy Isten akar nekünk jót készíteni. Nekünk azért van szükségünk rá, mert Ő tud minket győzelemre vezetni. Ő tud minket fejlődésre, növekedésre, gyógyulásra vezetni. Amikor az ember tehát így szemléli Istent, megnézi, ahogyan Isten trónra ül, Jézus Krisztus élete ennek a trónra lépésnek a legszebb példája eljött erre a földre, hogy megmutassa az Isten jóságát. Megmutatta, hogy milyen ő, milyen az örökké való, amikor elküldi a fiát, hogy megmutassa az Isteni jellemet. Fölvonul Isten újongás közepette, kürzengéssel közeleg az Úr. Egy, egy képzeletbeli koronázási ünnepségnek leszünk a részesei ezekben a versekben. Zengjetek Istennek, énekeljetek. A bevonuló uralkodó előtt megszólal a kórus, és magasztalják őt. Zengetek királyunknak, énekeljetek, mert Isten az egész föld királya. Énekeljetek neki bölcsességgel. Énekelni szívből és énekelni értelemből, ahogyan majd Pálapostól magyarázza a híveknek Korintusban. Hálát adni és rájönni arra, hogy a legtisztább öröm az az öröm, amikor az ember rájön arra, hogy szeretve van, a lehető legtisztább szeretettel egy tökéletes lény részéről. Az eredet tisztázódik, ki teremtett minket, honnan származunk, kitől vannak az őseink, honnan jövünk és hová megyünk. Belépni ebbe a csodálatos ünnepségbe, a Isten átveszi a hatalmat, engedni, hogy ez az ünnepség a mi szívünkben is végbe menjen, hogy fölvonuljon Isten újongás közepette, hogy hálát adjunk neki, hogy ő a mi Istenünk, a legszebb dolog az ember életében. Biztonságba kerül hát az ember. Megmutathatja Isten a maga vezetését az ember életében. Isten dicsősége így mutatkozott meg az Ószövetségi Jeruzsálemben is. Akár a Szent Sátorban, akár a templomban megjelent. Amikor megjelent, amikor az emberek bepillantattak Isten dicsőségébe, olvassuk, hogy a sekiná, a köd leszállt a táborra, és betöltötte a szentek szentjét, ahol a szövetség ládája tíz parancsolattal elhelyezkedett, a szárnyaival a törvényt befedező két kérubbal, angyallal a tetején, akkor az emberek meghajtották magukat, és hálát adtak az Istennek. Mert tudták, hogy az élet, ha történelem igazából ott zajlik bent, ahol az emberi sorsok eldőlnek, Isten jelenlétében amikor Dániel könyvében a próféta látja, hogy az Isten a királyi széken ül, és az emberfia elébe megy, és megnyitják az ítélet könyveit, és az élet könyvét, amiben azoknak a nevei vannak beírva, akik, akik elismerték, hogy a szeretet Isten az ő királyuk, akkor minden angyal és kérub, minden jelenlévő meghajtja magát, és hálátad az Istennek, és énekelnek, igen, hétszeresen énekelnek, mint itt a Zsoltárban mert Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ott ül szentségének trónján. Az Isten trónja nem elefántcsont, vagy nem aranyjal borított nagyszerű ébenfa képződmény. Az Isten trónja valami egészen más. Az Isten trónja, hogy Pálapostól majd a zsidókhoz itt levélben mondja meg másutt is, a kegyelem királyi széke maga a tíz parancsolat, a fridláda, amit ez kifejezett az Ószövetségben, az Isten változhatatlan törvénye, az Isten erkölcsi törvénye és az Isten változhatatlan tökéletes jelleme. Mert Isten a szeretet. Isten ott ül szentségének trónján. A népek fejedelmei pedig összegyűltek, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a föld minden pajzsa, igen magasságos ő. Azt a mondatot a 9. versben, hogy Isten uralkodik a nemzetek fölött, a jelenések könyve több alkalommal is idézi. Nem véletlen, hogy amikor a Biblia utolsó irata összegzi az Isteni kinyilatkoztatást, és a jövőbe mutat Jézus Krisztus dicsőséges hatalom átvételéig, ami történelmileg még előttünk áll, akkor ö, hivatkozik a Zsoltárok könyvére is. Hivatkozik azokra a leírásokra, amit a maguk idejében a Zsoltár szerzők Azért tudtak megfogalmazni, mert felismerték Isten nagyságát és szeretetét. Azért írtak le ezekben a nagyszerű énekekben, a zsoltárokban legyen szó akár koráfiairól, Hemánról, vagy Dávidról, Salamonról, vagy Mózesről, bárkiről, mert ők is rájöttek, hogy ezt a meghívót, ezt a páratlan meghívót érdemes elfogadni. Isten hív minket, hogy elismerjük az ő fenségét. Nem azért, mert neki jobb lesz, hanem azért, hogy nekünk jobb legyen hogy győzelemről győzelemre vezethessen minket, hogy biztonságot találjunk ő benne, mert Istené a Föld minden pajzsa. Milyen nagyszerű mondat a Zsoltár utolsó versében. Ő védelem alá tud helyezni. Ő a tenyerén tud hordozni, hiszen igen magasságos ő. Isten Elion, Isten magasságos és fenséges. Az ő királyi széke az a hely, ahol a kegyelem és az igazság találkozik. Ahol a bűnös megismerheti, hogy mi a jó út, és a bűnös ugyanakkor bocsánatot találhat az addigi hibáira. Mindannyiunknak erre van szükségünk napról napra. Ti népek mind tapsoljatok. Harsogva vigadjatok Istennek.